Köszönöm a szót, de biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki a magyar csapat mellett áll. Egyrészt az, mert itt ül mellettem Borsos Attila is, az már kettő, másrészt meg legalább annyi magyar szurkoló van itt a csarnokban, mint szerb. Óriási meglepetés számomra, meg mindenki számára azt, hogy gyakorlatilag alig jöttek ki a mérkőzésre. Rengeteg norvég szurkoló van, és gyakorlatilag a csarnoknak talán a 20%-a telt meg erre a mérkőzésre. És azt kell mondjam, hogy van egy óriási magyar tábor, igaz, ők megint fönt ülnek a kakasülőn, tehát a képen nem látszanak, de hát sokkal többen vannak, mint ez a szerb mag, akiket önök jobbra látnak a képen. Az a piros paca pedig a magyar csapat mögött, ők norvég szurkolók, szóval érdekes módon a szurkolók zöme kiállt valahogy a csapat mögül, vagy ha nem is állt ki, de nem érezték annyira fontosnak, hogy eljöjjenek erre a találkozóra. Úgyhogy az első lélektani gólt azt a szerbek kapták, de most hallgassuk a magyar himnuszt. Hajrá Magyarország, a szerb közönség is udvariasan végighallgatta a himnuszt, és ez így van jól. A Szabó Edina is már említette, meglepetés volt, hogy a legjobb négy közé jutottak. Ugye szerbiaként 2006 óta vesznek részt világeseményeken, a 2006-os EB-n 14-ek voltak, 4 éve 13-ak, 2 éve pedig 14-ek, VB-n és olimpián pedig még egyáltalán nem játszottak. És valóban, hogyha a játékos keretet nézzük, akkor is a magyar csapat tűnik erősebbnek, csak ugye ezt a meccset ma délután kell lejátszani itt Belgrádban. Attila, mit gondolsz? Az biztos, hogy a szerbek ezen az Európa-bajnokságon már erőfelül teljesítettek, hiszen tényleg ők nem tartoztak közvetlenül azok közé, a csapatok közé, akiket a játék erő alapján ide az első négybe várhattunk, de hát azt tudjuk, hogy a hazai pálya az nagyon sokat jelent, és a szerbek tipikusan azokat a mérkőzéseket, azokat a szituációkat tudták a maguk javára fordítani, ahol a közönség támogatása számított nekik. Ezt gondolom itt a dánok elleni mérkőzésre, amit a sírból hoztak vissza, illetve hát a franciák elleni utolsó
10 perc, ami egészen horrorisztikus volt. Igen, de mind a két meccsen sokkal több néző volt itt az arénában, mint most ezen a bronz meccsen. Igen, hát ez egy picit csalóka, ugye a tegnapi mérkőzésen egy olyan bő félház volt. Azt mondták hivatalosan, hogy 13 000 néző volt, soha női kézlabda EB meccsen még ennyi néző nem volt. Pontosan ezt akartam mondani, hogy ez egy több mint 20 000-es aréna, tehát azért nem könnyű megtölteni, de hát a mai napon szerintem több magyar szurkoló van, mint szerb. Úgyhogy szerintem nem az lesz a döntő, hogy most itt a nézők támogatása esetleg olyan erős lesz, hogy a magyarok megbénulnak. Ez tényleg azon múlik, hogy a figyelem, a koncentráció mennyi ideig tud megmaradni a lányoknál. Tegnap ugye 15-20 percig bírtuk, utána szétesett a figyelmünk.